A munkavállalók egy részének 2016-tól már nem kell időt szánni a személyi jövedelemadó bevallásra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal is elkészítheti a nyilatkozatot azoknak, akik kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, kedvezményt nem érvényesítettek és nem is tudnak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot. A munkáltatótól a napokban fogják megkapni a 15M30-as nevű nyomtatást. Ezen a nyomtatványon kérhetik február 1-jéig, hogy készítsük el részükre a bevallásukat. Nem egyenértékű ez a bevallási forma természetesen az egyszerűsített bevallási formával, hiszen azt február 16-áig igényelhetik az adózók. Ezzel a lehetőséggel mindazok élhetnek, akik egyébként munkáltatótól vagy kifizetőtől kaptak egyszeri munkabért, illetve semmilyen más kedvezményt nem kívánnak érvényesíteni. Azok, akiknek több munkáltatójuk van, egy munkáltatónál elég, hogyha jelzik ezt az igényüket. Annak, akinek több munkáltatója is volt, szabadon választhat, hogy melyiknél tesz nyilatkozatot. Azok is élhetnek azonban ezzel a lehetőséggel, akiknek nincs munkáltatójuk. Ők ezen a 15N31-es nyomtatványon közvetlenül az adóhivataltól kérhetik az igazolást. Az adózók több esetben kedvezményt is kaphatnak. Kedvezmények érvényesítését mindig az előző adóévre vonatkozóan teheti meg a jogosult, tehát ez azt jelenti, hogy az előző adóévre az idei évben érvényesítheti akár a családi kedvezményt, akár az első házasoknak járó adókedvezményt. Az Állami Adó és Vámhatóság a bevallási nyilatkozatok feldolgozása után 2016. május 20-áig készíti el az adóbevallásokat. Erről külön értesítést nem kapnak az adózók, csak abban az esetben, ha visszaigényelhető vagy befizetendő adójuk lesz. A magánszemélyek adójuk 1+1%-át továbbra is felajánlhatják civil szervezetek és egyházak javára. Erről a munkáltatójukon keresztül vagy közvetlenül a NAV felé kell majd nyilatkozniuk.